Tessék! Üdvözlet a szobámban, vagyis örülj a megtiszteltetésnek, hogy láthatod. Mert őrületes, korlátlan mennyiségű nasival, cukorkával és üdítővel. És innen irányítom a vörös pontyos hadműveleteit. Úgy hívom, bűrbarlang! Micsoda? Csak húzlák vicc volt. Igazából nem így hívom. Dehogy, hanem valami klasszabb neve van. Mondjuk a Poncsó Computer. Várj, nem. A Komponcsó. Egy serénymennyit poszter. Ne. Serénymennyites képregények? Serénymennyites videójátékok? Na, ne. Neked van egy korlátozott kiadású serénymennyites cipőd is a mozifilmből. Pontos másolat. Aj, te nem szereted a serénymennyétet, mert én is szeretem. És én nem szeretlek. De ha olyat szeretsz, amit én is, akkor elég ebből. Nyugi, Craig, ettől még nem kell szeretned. A többiek is csak a holmimat szeretik. Különben is, meg kell találnunk a kockát. Ezek azok a területek, amiket már átkutattam, és ezek azok, amiket még nem. Egy térkép, és egészen jó. Vagyis az lenne, ha nem hiányozna róla a félert. Ha? Bizonyos dolgok nem láthatók a műholdas képen. Jó, kockafej, értelek. Kockafej? Erre vártam. Megjöttek a csomagjaim. Most mit csinálsz? Ezt figyeld. Behatoló, cukorágyú bekapcsolva. Megkérdezném miért, de hogy csinálta ezt a drónod? Hiszen nincs is nálad irányító. Nem rossz, mi? Beprogramozhatom őket bármire. Lemostad a lemezedet? Hopp, bocsánat. Nem erre programoztalak. Xavier, ha ráveszed őket, hogy egy embert keressenek, mást is kereshetnek. Egy kockát. Ez még nem jutott eszembe. Valószínűleg azért, mert nem bosszantja közvetlenül az ellenségeinek. Ha? Szerintem menni fog. Előbb teszteljük. A medencénk szimulálja a patakot. Miután előkészítettük, beledobom az egyik meglévő kockánkat. Szerinted elég mély lesz? Igen, ez egy jó nagy medence. És most reménykedjünk abban, hogy helyesen kódoltam a kereső szubrut. És hogy elég erős a rászerelt csip lesz. És... megvan a kocka. Hagyj egy pacsit! Lassú vagy, Craig!